A listavezető Algyőtől két ponttal lemaradva, a harmadik Ferencvárost egy ponttal megelőzve, tíz győzelemmel, két döntetennel és mindössze egy, egy gólos vereséggel a második helyen várja a tavaszi szezon kezdetét a Nyíregyházi KC. Varga szakmai igazgató szerint a csapat megfelelt az előzetes elvárásoknak, mindössze egy-két játékos teljesítménye hagyott kívánni valót maga után. Voltak nagyon jó teljesítmények, én azt gondolom, hogy kapuban a, a nagy Levente nagyon régóta is, mert sőt, mi együtt is játszottunk, szerintem az egyik legjobb szezonját, szezont produkálta. Nagyon stabilak voltunk a kapusposzton, ugyanakkor a, a Gorán Angelic, ez egy montenegrói fiatal válogatott játékos, ő viszont csalódást okozott, úgyhogy az ő játékát meg is köszöntük most a, 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 az őszi szezon végén a külső, tehát a, a, többi játékos, én azt gondolom, hogy a, a bal szélen a, a Tóth szintén távozott, ő, 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 pont a konkurens algyűhöz, és a többiek én azt gondolom, hogy elégedettek voltunk, csapatszinten jó muzsikáltunk, aki még csalódás és akinek az ügye még nincs lezárva, az a, az a japán válogatott Mekaro Atushi. Az ő képessége és az ő, ő, ő tudása az azért mélyen elmaradt attól, amit, amit, amit tőle vártunk. A héten még rávezető edzéseken vesznek részt a játékosok, a jövő héten kezdődik a keményebb munka, majd sorra jönnek az edzőmeccsek. 23-án, 24-én részt veszünk a Dobókupán Egerbe, egy ilyen kétnapos tornán ott van, van négy mérkőzésünk. Jövő héten terveztünk egy, vagy egy szatmár németivel, vagy egy, vagy egy ózdal, még nem, nem tudtuk leegyeztetni az időpontot, egy felkészülési mérkőzést, és, a, és van még egy szlovák, szlovák csapattal vagy itthon, vagy idegenben még egy. Tehát összesen egy ilyen 6-7 mérkőzés van. Nem is terveztünk, és nem is szabad többet, hiszen összesen van jó négy hetünk arra, hogy, hogy felkészüljünk az első bajnokira. A bajnokság február 6-án folytatódik. Az első tavaszi fordulóban rögtön rangadót játszik az NKC, ugyanis a Ferencváros otthonában lépnek majd pályára nagy leventéjék.